Tényleg volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy most egy nagy szünetet kéne tartani, úgy az ételekben is, meg az italokban is, és be is tartottam, és tegnap pont készültem mondtam neked a Váci kézislányoknak a bajnoki döntőjére, a Győrrel játszották, és fél ötkor kászálódtam a jacuzziból, és azt mondta, volt feleségem, hogy még üljek vissza egy 10 percet, mondom, miért, már mennem kell. Kiderült, hogy miért, betódult ide 50 ember, és tényleg addig nem ittem, mert én úgy vagyok, hogy én nem tudok egy kupicával inni, meg egy fröccsöt inni, hanem hogyha én elkezdek inni a barátaim, akkor az eltart egy pár napig, vagy pedig nem iszom magamtól, tehát ez soha nem volt egy olyan titok, hogy 2-3-4 hétig nem iszom, vagy hónapokig nem iszom, de most kitűztem azt, hogy most nem iszom májusig, és bejött ide egy csomó ember, és sok zenész, Jenes Béla szaxofonjával, és elkezdett szaxofonozni, és bizony egy orbitális nagy bulit csaptunk, ami eltartott hajnalig, és nem tudom, hogy ki hogy jutott haza. Én most itt vagyok, és a Fehér Adriánnel elkezdünk készülni egy bemutatóra, ő lesz a korepetitorom a Sok című musicalben, amit Győrbe adunk elő, a Forgács Péter rendezésében. De mondom őszintén, nagyon tiltakoztam, hogy nem akarom az egészet, utálom a meglepetés bulikat, de jól esett, hogy jött a Thomas Grandel, a Nagy Tomi, meg hogy jöttek egyfolytában az emberek, akiket úgy szeretek.